Sziasztok! Most egy karácsony közeli kertes videó fog következni. Amint látjátok, itt van az első két növényke. Az egyik az egy avokádó, amit magról ültettem. Hát nem tudom, hogy ez normális vagy nem, de egy levelét lehullajtott. Illetve itt látszik, remélem, hogy látszik, hogy itt ezen a részen egy kicsit el van színeződve a levele, meg nem tudom, olyan szárazasnak tűnnek, vagy nem tudom. Lehet, hogy több vizet kell ráadni, majd meglátjuk. Aztán ezek, így látszik most talán, nem látszik. Na mindegy, tehát ezek a kávénak a csemetéi, úgymond, mert ugye egy ilyen egész köteget vettem, és a kisebbeket kiraktam egy ilyen cserébe, hát ezek igazából elég jól működnek, itt van ez a kettő. Aztán a lakásnak egy másik szegletében ez az ágynak a csilifája, hát ugye leszüretelte róla már a csiliket, meg én is a enyémről, majd nekem ugye kint vannak a lépcsőházban, majd kimegyek, és ott is beszélek róla. Hát ugye ennyi, ez direkt nem is takarítottam össze, ezek itt a lehullott levelek, ugye a csiliről, meg erről a bonszájról is valamennyire hullik, hát elméletileg örök zöld, de meg ugye itt vannak ilyen csúnya levelek. Elméletileg örök zöld, hát nem tudom, hogyha kibírja a tavaszt, akkor mindenféleképpen át fogom ültetni, mert ugye ebbe a cserébe nem nagyon tud lélegezni. Aztán hát itt van a másik kávé, ezek ugye a nagyobbak, hát ott is ugye le van hullajtva egy-két level, hát fogalmam nincs, mert nem ismerem, de az minden esetre tisztán látszik, hogy ez a levél ez más színű, mint a többi. Kevés fényt kap, vagy nem tudom, aztán itt is van egy kis hiba rajta. Minden esetre nem rossz, abszolút, de lehetne szebb is, de hát tél révén ez van. Kijöttem a lépcsőházba, és hát ugye látszik tisztán, hogy 12-13 fok környékén van, hát ugye kint sincs nagyon hidegebb. Most hát ez a középső, ez ugye a csili. Van itt nekem három csili, hát az ági ezt odaadta, hát ebből majd tavasszal ki fogom választani a legéletképesebbet, és megmetszem, és bonszájt fogok csinálni, belőle elég lesz egy darab. Aztán a két szélső, az ugye málna, ezt itt Franciaországban vettem. Hát nem tudom, hogy ez normális, vagy nem normális, de teljesen szárazok a levelei, hát ugye Magyarországon voltunk, és lehet, hogy nem kapott elég vizet. Majd mondjátok meg, hogy jó vagy nem jó, a földje az minden esetre nedves. És hát én úgy vettem észre, hogy nedves is volt, amikor hazajöttünk akkor is. Ez meg ugye a Brigitől van, hát nem tudom, ezt is ugye lehet látni, meg hallani, hogy teljesen el van száradva, meg tehát hullanak le a levelek, tehát most ez normális vagy nem normális, én túl száraznak tartom. Na, hát köszönöm a esetleges segítségeket, bármilyen növényel kapcsolatban, ez egy ilyen extra rövid videó volt. Láttok egy kis lépcsőházat is, ezzel búcsúzom. Na, hello, ciao, sziasztok!